Meginogna a széke pár embernek, ha megszólalna. Ezt mondja Völner Pál, korrupcióval vádolt volt igazságügyi államtitkár egy ma nyilvánosságra került hanganyagon, amit a Blikk közölt. Egy másik felvételen Schadl György, a bírói végrehajtói kar elnöke hallható, ahogy egyik beosztottjával megbeszéli, hogy hozzon 3 millió forintot ügyvédi irodájához. A DK magyarázatot követel a kormánytól. A miniszterelnöki kabinetiroda egyelőre nem válaszolt a megkeresésünkre. Figyelj, Pali, ezek rohadt mocskok. Ezek rohadt patkány mocskok. Így minősítette a hatóság embereit Völner Pál felesége a ma nyilvánosságra került egyik hanganyag szerint. A Blikk által leközölt beszélgetéseken többek között a 83 millió forint kenőpénz elfogadásával vádolt államtitkár hallható. A hatóságok által rögzített egyik-másik telefonhívásban pedig Schadl György, a bírói végrehajtói kar elnöke egyik beosztottjával beszéli meg, hogy 3 millió forintot fog átvenni tőle. Valamikor majd jöhetnél ide a 3. kerületbe, és egy 3-ast hozhatnám, mert nekem el kell mennem a szokásos barátunkhoz, akihez szoktam menni. Tudod? Aha. Visszafordulok az irodába, mert most jöttem el. És... Valami szatyóra, meg valami piát tegyél már, mindegy, hogy mit. Csak valami viszonylag normális piát. Továbbra is ragaszkodik Völner Pál az ártatlanosságához? Nem ragaszkodik hozzá, hanem ártatlan Völner Pál, nem követett el bűncselekményt, ezt elmondtam már többször is. Ezt még októberben mondta híradónknak az államtitkár ügyvédje. Szerettük volna ma is megszólaltatni, de nem kívánt nyilatkozni. Egy másik felvételen magával, Schadl Györgyel beszélget az államtitkár az azóta megszűnt Emberi Erőforrások Minisztériumáról. Mondjuk az emmi az egy trágyadomb egyébként, bocsánat, kifejezését, tudod, látom az egészségügyben is, ami zajlik meg mindenhol, tehát egyszerűen gyakorlatilag olyan embereket gyűjtenek össze szerintem, mint a közszférába, akik sehol nem kellenek, és ettől csupa ilyen kisebbségi komplexussal rendelkező, irigy, rossz indulatú lusta ember. Készült hangfelvétel akkor is, amikor Völner Pál már gyanúsított volt, és felesége azzal hívta fel, hogy lefoglalták az államtitkár Porséját. Nem, ezek egészen egyszerűen arra mennek, hogy te valakiről pofázzál valamit. Nem, hát, hogy fogok így. Ja. Ja. Most már lehet, hogy itt az ideje, úgyhogy beszéljétek meg az ügyvéddel. Meg nyilván ez a... Mégis csak sajtót végrehoz elég, amit az ember mond, hogy akkor kicsit meginogjon a székeit pár embernek. Soha nem az zavar. A Parlament Igazságügyi Bizottságának DK-s alelnöke írásban tett fel kérdéseket Varga Judit igazságügyi miniszternek. A fő kérdés persze továbbra is az, hogy kikre gondolt Völner, kiknek ingott volna már meg a széke, hogyha beszél, és hogy végül miért nem tette ezt. A Demokratikus Koalíció azonnali magyarázatot követel a kormánytól az ügyben. Kerestük a kormányt, hogy kikre gondolhatott Völner Pál, akiknek meginogna a széke, ha megszólalna, tartottak-e vizsgálatot az igazságügyi minisztérium felelősségéről az ügyben, illetve hogy Varga Judit igazságügyi miniszter készen áll-e egy nyilvános bizottsági meghallgatásra. Adásunkig nem válaszoltak.